Csodálatos természeti jelenség tanúja lehet, aki manapság veszi a bátorságot és a téli hidegben is kirándulást tervez a Widenberger Mányatóhoz. Évekkel ezelőtt a város kezelésében, majd innen a helyi horgászegyesület használatába került a tó és környéke, folyamatosan épült át és vált a horgászok által is közkedvelté. Ma már a víz halálományával is büszkélkedhetnek a bátaszékiek, jelzi ezt az évi horgászversenyek sikere is. A korszerűsítés további tervei évek óta foglalkoztatják a város vezetését, nem véletlen tehát, hogy a Tó Plusz fejlesztési program egyik eleme a tó körüli rekreációs tér kialakítása lett. Amikor számba vettük, hogy mi lenne az elkövetkezendő Európai Uniós forrás felhasználási ciklus feladatai közül az, ami a város számára fontos, akkor gondolkodtunk egy kicsit rekreációban és szabadidőben is, hiszen a pályázati célok között szerepel többek között horgásztavak és rekreációs parkoknak a felújítása, a fejlesztése. Néhány évvel ezelőtt elkezdtük azt a munkát, amit ennek az eredményeképpen most már 600 horgásznak végre van bátaszék közigazgatási területén egy olyan horgászvize, és ahhoz tartozó környezete, ahol tudnak hódolni ennek a szenvedélyüknek. A tervek arról is szólnak, hogy nem csak a horgászok érezzék jól magukat a vízpartján, várva a nagy kapást. Amíg ez el nem érkezik, a családtagok is eltölthetik kellemesen az időt. Terveink szerint egy olyan parkot szeretnénk itt kialakítani, ahol családi rendezvények megtartásához alakítanánk ki kis kuckókat, ahol főzési lehetőség, a szabadidő értelmes eltöltésének lehetősége megvan. A gyerekek számára alakítanánk ki tájba és környezetbe illeszkedő játszóparkot, illetve egy kicsit a tudás átadása és ismeret átadása is gondolnánk, mert elképzeléseink szerint egy olyan tanúsvényt alakítanánk ki, ahol bemutatnánk ennek a környéknek a növényvilágát, állatvilágát, halvilágát. Mindezt úgy mondja Bozsolik Róbert, hogy 21. századi körülmények fogadják majd az ide látogatót. A pályázat része az is, hogy vizes blokkokat alakítanak ki, és a kijutás körülményei is korszerűbbé válnak. Ennek érdekében a betonút megépítése is része a tervnek. Ebben a pályázatban ezeket a területeket szeretnénk tulajdonba is szerezni. Tehát komplex anyagban gondolkodnánk, hiszen ez a táj, ez bátaszéknek az egyik gyöngyszeme, és azt gondolom nem csak a bátaszékiek számára, hanem a távolabbról ideglátogatók számára is adna egy nagyon tartalmas kikapcsolódási és pihenési lehetőséget. Elkezdjük a pályázatnak az összeállítását, ugye tárgyalásokat kell folytatni a tulajdonjog megszerzése érdekében, ebben igyekszünk minél rövidebb időn belül jó feltételekkel ezt megszerezni a területeket. Ha szükséges, akkor a teljes azt a területet, ami még mondjuk a pályázat szempontjából nem is biztos, hogy szükséges, de hosszú távú fejlesztés érdekében feltétlen szükséges. Szakemberekkel veszük fel a kapcsolatot az elkövetkezendő napokban, hiszen a pályázat benyújtási határideje az március 31-e előreláthatólag. Tehát sok munkánk van, de azt gondolom, hogy megéri, mert ez a pályázat, ez tényleg egy olyan lehetőséget adna a város számára is, és a bátaszéki emberek számára, amit kár lenne elszalasztani. Az a kockázat minden pályázat beadásában benne van, hogy a bírálók nem támogatják a benne foglaltakat. Ha ez mégis előfordulna egy lépést, akkor is tesz a város annak érdekébe, hogy a horgásztó és közvetlen környezete önkormányzati tulajdonba kerüljön, és a Horgász Egyesület folytathassa az évekkel ezelőtt megkezdett munkát. Thank you.